Az idei tanévben a Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény általános iskola és speciális szakiskola rendezte meg immár második alkalommal a Ki mit tud és a rajzverseny területi döntőjét. 5 megyéből érkeztek a versenyzők, Komárom-Esztergom megyéből, Fejér megyéből, Vas megyéből, Győr-Moson-Sopron megyéből és Veszprém megyéből érkeztek a tanulók. Igazából 200 tanulót és 100 tanárt, felkészítő tanárt látunk ma vendégül ezen a versenyen. Vers, ének, színdarab és zenei kategóriába indulnak a tanulók. Ezeken a területeken mutatják meg, hogy miben tehetségesek. Aki mit tud és rajzverseny olyan sajátos nevelési igényű tanulók számára kerül megrendezésre, akik szegregáltan vagy integráltan oktatott tanulásban és értelmileg akadályozott autista, érzékszervi, mozgásfogyatékos tanulók. A zene, a tánc, produkció, ez a kettő terület az, amelyik nagyon népszerű a tanulók körében. Igazából ugye olyan tanulókról beszélünk, akiknek valamiféle problémájuk van, tehát sajátos nevelési igényű tanulók, akik ezeknek a versenynek a résztvevői, de amellett, hogy valahol nekik nehézségük van a tanulásban, amellett bizonyos területen kiemelkedő tehetséget tudnak mutatni, és ez a legkiemelkedőbb terület a tánc és a zene. Ezek a készségfejlesztő órák természetesen a tanmenetben is épp úgy benne van, de szakkörökön, különböző tehetségfejlesztő foglalkozásokon ezeket a készségeket, képességeket erősíteni tudják. A rajzverseny egybe kötve került megrendezésre ezzel a területi Ki mit tuddal. Igazából a rajz egy olyan kategória, amire előre beküldték a rajzokat, és ezeket a produkciókat már előre lehetett értékelni, de az eredményhirdetés az természetesen egybe került. Az iskolának a legkiemelkedőbb diákjai szintén ott vannak ezen a versenyen. Reméljük, hogy sikerül valamiben elhozni nekik az első helyezést. A területi versenyről kategóriánként és korosztályonként az első helyezettek jutnak tovább a Kiskörösön megrendezendő országos versenyre, mely június 5-én kerül sorra.